hát itt pont ellenfényben vagy. Nézz ide. Hát egy fekete árnyék vagy, az így nem jobb. Mert hogy innen veszlek. Hát innen jobb. No, hát akkor itt vagyunk a tárgyalóban. Itt tárgyalnak a kiadók. Folyamatosan jönnek, most egy kicsit szünet van, de nekünk pár negyedtől lesz majd egy megbeszélésünk a Holland alappal. Ott kell beregisztrálni. Itt vannak ilyen kiemelt könyvek, és most egy párról Dóra fog nekünk beszélni. Kiemelt könyvek? Nem, ez az, amit a 2013-as évből a szervezők kiválogattak valamilyen szempont alapján, különböző kategóriákban, amit díjazásra érdemes meg. Vannak kis hadcsokoljuk a magyar közönséget, hogy vajon a növényeknek van-e fütyűk, ez a könyv címe. Lassabban. Ezen keresztül egy kis növényta. Aztán van itt egy olyan, szintén sokkolónak, haláról szól. Gyönyörű és gyönyörűen nyomasztó, de nem egy mamuska. Hát szövegében biztos, hogy nem. Akkor itt van egy pop-up ABC. Gyorsabban pörgessem? Nagyon gyorsan, de ez egy gyorsan. Ezt kedvencünk, mert ez a londoni mackóba is akár bekerülhetett volna. Ugye? Igen. Verem a Gergőt. Gyanítom, még lehet valamit csinálni, csak nem tudom úgy tartani egyszerről kéne. Állatkert? Vagy nem is, de inkább olyasmi, hogy állatkert. Jaj, ez egy védőpapír torony épület, mellette autópálya, autó. Itt egy kicsit már meg van gyalázva szegény, gondolom, egy páran kinyitották. Be lehet kuksizni. Erdő, piknik. Még ez egy könyv, ami nagyobbaknak szól, például a fogyasztásról, hogy a fogyasztói világunkról. Gondolom 14-15 évesekkel lehet feldolgozni. Hogy szeretnéd, ha belelapoznánk? Ez olyasmi, mint a mi kis design sorozatunk, amikor egy mesét majdnem csak képekben mesél el. Na, még valamire? Most már csak el kell búcsúzni a kedves nézőktől. Kedves nézőktől? Mondd be a végén, hogy Csányi Dóra. Nem mondom. 2013. Nem mondom, és Hélium, várjál, itt van egy Hélium, most velük tárgyaltunk. Hélium effekt van a könyvön. Hélium effekt, igen.
lehetne még gyorsan mutatni? Egy gyors elköszönést. Egy gyors elköszönést. Igen. Csak.